borsó főzelék, nem kell? De jöhet az is. Elkészült a borsó főzelék, és a pincérek már az előszezonban is megállás nélkül dolgoztak ebben a balatonföldvári étteremben. 26-osra lesz majd 2 peszó kávé. Az étterem tulajdonosa azt mondja, náluk nem lesz gond a szezonban a munkaerővel. Egész évben nyitva vannak, így folyamatosan tudnak munkát adni. A dolgozók szállását és étkezését is ők fedezik. Nem csak a munkanapokon, hanem akár szabadnapokon is az ő normál napi ellátását biztosítjuk. Természetesen bejelentett munkaviszonyt kínálva. Egy felszolgáló esetében ez téli viszonylatban is 8 és 12 ezer forint között mozog naponta. Németül és magyarul is olvasható a kínálat ebben a balatonszárszói strandbüfében. A szabad strandon ma még csak lézengtek, így a tulajdonos egyedül is bírja a forgalmat. Alkalmazottat még nem talált erre a szezonra, pedig több helyen is hirdeti az állás lehetőséget. Én most már 33 éve vagyok itt a strandon, azóta csinálom, de hát egy 10 éve körülbelül már akkor megkezdődött ez, hogy egyre kevesebb munkaerőt tudtam felvenni. Most meg nem is tudom, hogy mi lesz egyébként ennek a vége, mert másik üzletet is hamarosan meg kellene, hogy nyissam, és most még egyedül vagyok. Ő is adna szállást és ellátást a dolgozóinak, de nincs jelentkező. Úgy gondolja azért, mert csak a szezonban van nyitva. Ráadásul szerinte ezt a megterhelő munkát nem szívesen vállalják az emberek. Az általunk megkérdezett munkaerő közvetítő cég szerint a helyzet még nem válságos, másképp kell dolgozókat keresni, mint korábban. A Balatonnál szállás és étkezés nélkül már nem is érdemes ajánlatot tenni. Hogy adnak már pihenőnapot például, így egyre több a külföldről hazatérő vendéglátós. Idén nekünk a jelentkezők harmada már olyan, aki mostában tér haza a külföldről. Gyakorlatilag össze tudja hasonlítani a külföldi keresetet a külföldi költségekkel, az itthoni kereset az itthoni költségekkel, és már motiváló neki itthon dolgozni. A vendéglátás szinte minden területén hiány van szakképzett munkaerőből. A Balatonnál főleg felszolgálókat, pultosokat, mosogatókat és szakácsokat keresnek.